Legutóbb fél éve számolt be közös sajtótájékoztatón a munkaerőpiaci helyzetről Székesfehérvár polgármestere és a Fejér megyei kormányhivatal munkaügyi központjának vezetője. Akkor egy lassú javulási folyamatot mutattak a statisztikák. Ez a szám jónak mondható. A most zajló folyamatok bíztatóak, hiszen a májusi legfrissebb összesítésekből kiderül, javult a foglalkoztatási helyzet a térségben, az előző hónaphoz képest pedig Székesfehérvár körzetében 580 fővel csökkent az álláskeresők száma. Dr. Cserpalkovics András polgármester úgy fogalmazott, a beruházási szándékokból is jól látszik, hogy Székesfehérvár továbbra is az egyik legversenyképesebb magyar város. Ezekben a kedvező számokban nem jelentek meg azok az álláshelyek, amelyeket az ipar már jelzett akár a munkaügyi hivatal, akár pedig az önkormányzat irányába a következő fél évben, egy évben, hiszen a telephelyfejlesztési pályázatok most kerültek kiértékelésre, bejelentésre, azóta mióta ezt megtettük, egyébként újabb két fehérvári vállalkozás jutott ilyen forráshoz, és valósíthat meg új beruházásokat, és hozhat létre új munkahelyeket, és ezek az új munkahelyek, ez önmagában 3-400 fő, ez majd csak a következő hónapokban megvalósuló beruházások átadását követően kerülhetnek fel. Általánosságban elmondható, hogy Fejér megye munkaerőpiaci mutatói az országosnál kedvezőbbek. Vannak hiány szakmák, például műszaki mérnökként vagy CNC gépkezelőként gyorsan el lehet helyezkedni. Jelenleg keresett a CNC eszergályosok. Nagy számban keresettek, illetve a gépész és villamos mérnökök, jó pár munkáltató azt nyilatkozta, hogy még támogatás nélkül is felvenne ilyen végzettségű munkavállalót, de azt kell mondani, hogy a regisztrációban, a kirendeltségeinken ilyen végzettségű álláskereső már nincsen, mert vagy ki tudtuk közvetíteni, vagy saját erőből önállóan el tudott helyezkedni. Nincsenek könnyű helyzetben a kommunikációs szakemberek, a bölcsész diplomával rendelkezők és például a pályakezdők sem. A sajtótájékoztatón az újonnan bejelentett álláshelyek is szóba kerültek. A legtöbb állás lehetőség a szolgáltatás területén mutatkozik, amit az ipar és ezen belül a feldolgozó ipar követ.